Válságos állapotban van Alan Garcia. A volt perui elnök akkor lőtte magát főbe, amikor a kiérkező rendőrök a letartóztatására készültek. 1980 és 1985, illetve 2006 és 2011 között volt államfő. A gyanú szerint a második megbízatási ciklusában fogadott el kenőpénzt a limai metrót építő Odebrecht cégtől. A brazil kivitelező már korábban elismerte, hogy 30 millió dollárral vesztegette meg a perui hatalmasságokat. Alan Garcia váltig állította, hogy ártatlan, illetve hogy politikai üldözés áldozata. Alig egy nappal öngyilkossági kísérlete előtt azt vítelte, hogy idézem, semmilyen nyom vagy bizonyíték nem szól ellene. A nyomozás egyébként nem csak Garciát érintette, hanem Peru minden négy utolsó elnökére kiterjed. Az ötödik, Alberto Fujimori, korrupcióért és az emberi jogok megsértéséért már a rácsok mögött van.